magunk köztük kifejezetten nagy nevek és világklasszisok is. Nagy Péter és Németh Gergő az egyesen fiatal magyar csapatról van szó. Nagy Péter Győre Attila helyett még a maratoni VB-re is beugrott tavaly és nyert, tehát az a műfaj sem idegen tőle. A hetesen pedig Kovács Gergely és Vég Attila megy, ők viszont már versenyeztek így együtt, olyannyira, hogy tavaly az Európa-bajnokságon negyedikek lettek. Ők tehát alulról a harmadik pályán. Középen pedig megy egy lengyel, illetve két lengyel és egy fehér orosz egység, mégpedig a két Bogdanovics, akik itt Szegeden még nem tudtak nyerni, sem ezren, sem 500-on. Lehet, hogy most itt a legrövidebb távon megpróbálják kárpótolni magukat. Ők mennek ott középen, Hangyányival a többiek előtt, de a kettesen a másik fehér orosz Vajcseszki és Rabcsánka is nagyon húzza. Ők 500-on már nyertek. Ott legyőzték Bogdanovicsékat. Akkor egymás mellett ment a két fehér orosz egység. Itt most nézelődni nem vagyon van idő. Az 1000 méter olimpiai bajnokai, a két Bogdanovics vezetik a mezőn, de jönnek a kanadaiak a 9-esen és becsúsznak eléjük. Andrew Russell és Gabriel Bosan-Savigny nyeri a 9-es pályán a 200 méteres finálét. Bogdanovicséknak nincs szerencséjük ezzel a szegedi világkupával. A végeredmény tehát nem az, aminek elsőre látszott, Bogdanovicsék mégiscsak megszerzik a legeredményesebb itt a világkupán. Tegnap 5 aranyérmünk volt, most hogy hánynál tartunk összesen, azt továbbra sem mondom, hiszen ezután a döntő után láthatják majd az 500-as finálék összefoglalóját a kedves nézők. De addig akkor nézzük meg az utolsó 200-ast. Li Zhangli és Wang Feng a kínaiaktól megy az egyes pályán a női kettesek mezőnyében. Aztán egy lengyel egység, Pavel Csak és Karolina Naja. A szerbek már nem csak a férfiaknál, a nőknél is ott vannak. A sprint számban egy újabb kínai páros, 1000 méter. A kajak kettes mezőnyében negyedikek lettek, Julemei és Zsoyu. És itt pedig Konyesna és Váckijevic világbajnokságon utóbbi, Janis Natasa mögött a második volt. Jönnek a portugálok, Beatriz Gomez és Elena Rodriguez. Teresa Portela szerzett nekik egy aranyérmet már. Yvonne Schuring és Victoria Schwarz, akik mind a három távon elindultak, és itt a világbajnokság negyedik helyezettjeként a legmagasabb helyezés számot képviselik ebben a mezőnyben, hogyha a tavalyi versenyeket nézzük. Egy új-zélandi egység, és a nyolcason pedig a mieink, Hegyi Zomilla és Vad Ninetta, illetve a kilencesen egészen pontosan, bocsánat. Szóval Hegyi Zomilla és Vad Ninetta. Zomillának igen, eseménydús hétvégéje volt, ugye 1000 méteren is ment, és itt az egyesben is. Kilences pályán szépen lányok, egy surranó kis meglepő, szép lezárást a versenynek, ha kérhetnénk. Janis Natasa, Kovács Katalin a világbajnok és az olimpiai bajnoki címvédője ebben a mezőnyben, illetve ebben a számban egészen pontosan. Hát ők most nincsenek, és azt még nagyon nem lehet tudni, hogy lesznek-e majd a későbbiek folyamán. A párosok nem olimpiai szám természetesen, csak az egyesek, úgyhogy ezt a régi beidegződésekkel nézhetjük ezt a versenyt, hogy például az osztrákoknak összejön-e végre a siker, vagy megint a portugálok bizonyítják, hogy sprintre termett kajakos nemzet. A fehér mezben, a fehér hajóban ott a két portugál most a mezőny elején még. De még 200-as mércével mérve sokkal hátra, és nagyon-nagyon együtt vannak. Jönnek a 9-esen a mieink is, itt vannak a lányok. A közönség biztatja őket. Még mindig a 6-oson a portugálok vannak elől. Gomez és Rodriguez bejönnek elsőnek. Lesz a portugál duplázás? Igen. Nagyon kicsi volt a különbség köztük és az 5-ösön a lengyelek között. De Rodriguez, Helena és a dobogón, és egy negyedik helyezés a záró számban itt a szegedi világkupán. Kedves nézők, ez volt tehát a két világkupa talán általunk leginkább várt, legérdekesebb döntőjével kezdődnek. A női egyesek 500 méteres futamával. Jó nevek a mezőnyben, például a képen látható Engel Hansen is már nagyon sok nagy versenyen van túl, de hát ami minket leginkább érdekel, az természetesen Kovács Katalin és Janics Natasa párharca. Jól lehet, ők sokszor hangsúlyozták, hogy itt nem arról van szó, hogy egymást kell legyőzni, de most mégiscsak meg kell tenni. Kovács Kati tehát rekorder világbajnokunk. A négyesen és kettejük között megy majd Josefa Idem, 46 éves lesz szeptemberben az olaszok
négyszeres egyéni világbajnok nagyasszonya, és mellette megy majd Janics Natasa. Hát a többiekről lehet, hogy verseny közben érdemes lesz majd beszélni, de itt az előfutamok és egyébként is az országos papírforma alapján mindenképpen a 4-es, 5-ös, 6-os pályán dől majd el a verseny. Tehát felülről Kovács Kati, Józefa Idem és Janics Natasa. Idemet egyszerűen nem lehet leírni, hiába lesz már 46 esztendős, az előfutamban megint olyan időt teljesített és olyan fölénnyel nyert, ami azt jelzi, hogy mindenképpen versenyképes. De a nagy kérdés az számunkra remélhetőleg nem, hogy Idemet meg lehet-e verni, hanem hogy Natasa és Kati csatáját ki nyeri. A hetes pályán minden esetre egyelőre meglepetésre Shinou Kitamoto kezdte a legjobban a futamot, a japánok kajakosa. Ővel nem hiszem, hogy bárki számolt volna az előzetes esélylatolgatások során. Jól elkapta a rajtot, de azért remélhetőleg ennyi az egész, és majd le lehet hajrázni. A kettesen Engel Hansen már komolyabb falat lehet. A világbajnoki 5. és Európa-bajnok 6. helyezett Dán, aki tehát dobogó közelben világversenyek döntőjében. És messze van a mieinktől, messze van Idemtől is, ez az előnyére válhat. Féltávnál ő van elől, a magyarok közül pedig Janics Natasa egyelőre előrébb, Idemmel szoros harcban. Kovács Kati csak a 6. helyen, 250-nél. Natasának természetesen több más számra is kell majd készülni a világversenyek során, de most erre kell csak koncentrálni, hogy valahogy le tudja hajrázni Idemet, mert Idem most már megindította a hajót, és Hansennél már előrébb van. Lehetséges, hogy az olasz elnyűhetetlen világklassz is megtréfál minket itt Szegeden. Egyelőre Janics Natasának van csak esélye arra, hogy utolérje, lehajrázza. Nagyon régen harcoltak már ők 500 méteren. Natasa az aténi döntőben nyer, de azóta ugye vár sokszor maradt egyéniben erről a számról, és 200-on volt az utóbbi időkben igazi világbajnok. De most Janics Natasa megindítja a hajót, megindítja a hajrát, és már eljött Józefa Idem mellett. A célegyenesben már ő van elő, és Kovács Kati is hajrász, hogy odaérjen a dobogóra. Janics Natasa megnyeri a számot, ez egészen egyértelmű, a végén nagy fölénnyel, és 3. helyre talán Józefa Idem mögött beér Kovács Kati is. Nagyon nagyot versenyzett Janics Natasa. Hajrá győzelmet aratott, egy igen kemény. Ez az egyes győzelem mindenképpen nyilván nagy inspirációt jelent a továbbiakra. Itt a végén a párosok ugyancsak olimpiai távú programja. Ugye ebben a számban a Kovács Janics páros most már 2 olimpia óta védi a címet, de hát ők értelemszerűen nem indulhattak el rögtön az egyes után. Így aztán az egyes pályán Hegyi Zomilla és Vad Minetta. A magyar egység az egyik magyar egység. Zomilla tegnap Dira Zsófiával 3. lett ezren egy nagyon szép versenyzéssel. Akikre persze még talán jobban odafigyelünk, az a képen látható világ és Európa bajnok magyar páros, Szabó Gabi és Kozák Danuta. Danuta tegnap a 4-essel már nyert egy olimpiai távot itt Szegeden, és ebben a mezőnyben nagyon jó esélye van arra, hogy akár lázza most az aranyai számát. A kettesen egy portugál egység megy, a hármason pedig Viktória Schwarz és Yvonne Schuring személyében egy rutinos osztrák egység, rendszeresen döntősök Európa-bajnokságon és világbajnokságon, és Szabó Gabiék alatt egyel a Vágykiewicz-Wojnarowska lengyel páros. Ők kezdték a legjobban a versenyt. Azért csendben megjegyzem, hogy Gabit és Danutát láttuk már nagyszerűen hajrázni az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon is. Nem kell megijedni attól, hogy esetleg az elején nem ők vannak elől. A lengyeleket biztos, hogy le tudják hajrázni. A hatoson megy Josefin Nordlő és Sofia Paldanius. A svédek gyakorlatilag, mondhatom, hogy első számú, de szinte kizárólagos női képviselői. Ebben a mezőnyben nagyon jó egységnek számítanak, az Európa-bajnokságon voltak negyedikek, tegnap pedig ezren második. A hosszabb táv talán jobban fekszik nekik, ezt a rajtot eléggé elrontották, mint láthatjuk. Féltávnál a lengyelek voltak elő, de rögtön mögöttük ott jön szorosan Szabó Gabi és Kozák Danuta. És meg is indították már a hajót, mintha eddig csak a felvezetés, a bemelegítés lett volna féltávig, már egy fél hajóval a lengyelek előtt. Gabi és Danuta.
Az előző nagyszerű magyar hajrá győzelem, amit Janis Natasa bemutatott, most egy kicsit talán lájtosabb változatban lesz látható, hiszen nem kell olyan sokáig várni arra, hogy eldőljön a verseny. Feltéve persze, hogy a lengyelek nem tudnak még fokozni a csapás számon, és nem tudják esetleg megszorongatni Danusájékat, de egyelőre nem úgy néz ki a helyzet. A világbajnoki formában a világbajnok páros is meggyőző fölénnyel vezetnek. Már majdnem egy hajó az előnyük, amikor az utolsó bólyasor következik. És nem is kell teljes erővel beevezniük. Itt az újabb magyar győzelem. A fiatal hegyi vadkettős pedig a 8. helyen végzett. A végét nem bírták a fiatalok, de hát a svédeket így is megelőzték. A győztes pedig Szabó Gabi.